Az alapszakasz 8. fordulójában a DEAC együttesét fogadta az keremi az ETL KK kosárlabda csapata. A mérkőzés elején beragadt a házigazda, és számára a második negyed is rosszul indult. A Deac előnyhöz jutott. A félidő hajrájában aztán összekapta magát az étél, majd a harmadik negyedtől megfordította a mérkőzést. A hazai játékosok a végjátékban is jól koncentráltak, és végül 84-79-re megnyerték a viadalt. Az ETL KK-val kapcsolatos hír az is, hogy a találkozó előtt a klub újabb támogatóval erősödött. Az Alakerámia sport és rendezvénycsarnokban tartott eseményen Török Róbert, az ETLKK Kft. ügyvezetője, és Dormán László, a megyeszékhelyi Hidrokom Kft. ügyvezetője készfogással szentesítette a megállapodást.